Meghaladta a 80 ezret most már azoknak a száma, akik illegálisan akartak átlépni a déli határt, és a rendőrök, illetve a katonák állították meg őket. Ez durván három és félszerese a tavalyi adatnak. Egy friss felmérés, egy friss kutatás szerint főként olyanok próbálkoznak, akik már régóta a Balkánon vannak, emiatt türelmetlenek és elszántabbak, mint korábban. Jön Mészáros katonai. Az érénkülésről pedig Bakondi Györgyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával beszélgetünk. Jó estét, Jó kívánok. estét kívánok. A kormány tegnap közzétette egy videót, ezt most mi is mutatjuk, és ebből látszanak a módszerek, hogy ki mivel, hogyan próbálkozik. Láthatjuk tehát, hogy Szerbia irányából alagutakat illetve a létrás módszer is igen népszerű lett, egy-két-három-négy létrát odatámasztanak a kerítéshez, és így ezzel próbálnak átjutni a határon a migránsok. Az emelkedés csak kismértékben határozza meg maga a Covid és a Covid miatti bázisnak a hatása. Említett a kollégám, hogy a nyugat-balkáni útvonal, akik a Balkánon rekedtek, nagy szerepet játszanak. De azt is érdemes megnézni, hogy az utánpótlás kevesebb, például Görögország felül is. Tehát adja magát a kérdés, hogy milyen magyarázatai vannak az élénkülésnek. Ugye a a, az a klasszikus 2015-ös nagy hullámnál ugye az volt a tipikus és jellemző, hogy a szigetekre, a görög szigetekre érkeztek Törökországból a migránsok és onnan haladtak aztán tovább civil szervezetek, illetőleg embercsempészbandák segítségével. Most a tengeri szakasz őrzése az jelentősen erősödött a görög rendészeti, határőrzeti szervek részéről, így lecsökkent a szigetekre érkezők száma, az adataink azt mutatják, hogy a Törökországból útba indulók, tengeri úton útba indulók, mára már elkerülik a görög szigeteket és egyenesen Olaszországba tartanak. Viszont a zöld határon a járványt megelőzően a nézők is bizonyára visszaemlékeznek, hogy Törökország ilyen nyom, politikai nyomás gyakorlás céljából elengedett ottan jó néhány tízezer migránst annak az lett a hatása, hogy a járvány időszakában a görög fél egy korábban példátlan erősségű műszaki akadályrendszert, kerítésrendszert épített ki, jelentősen fejlesztette a határőség létszámát és módszertanát, ezzel együtt természetesen ott is dolgoznak embercsempészek, tehát egy bizonyos százalék az érkezőknek ott, ott jut be a zöld határon a görögországba, amelyik ennél nagyobb létszám az a görög kormánynak a a relokációs programja, tehát a szigeteken a túlzsúfoltság megszüntetése érdekében jelentős számba szállítanak át a kontinentális Görögországba eddig a szigeteken tartózkodókat, ők természetesen haladéktalan útba indulnak a balkáni útvonalon, de vannak eléggé világosan jelezhető adatok, hogy jelentősen élénkült például a bulgár-török határ, és aztán Bulgáriából folytatják az útjukat Szerbia felé, tehát van utánpótlás, és még akkor nem említettük meg a belorusz-lengyel vagy belorusz-litván határon kialakult helyzetet az egy teljesen új útvonal és egy teljesen új politikai nyomásgyakorlás Belorusszia részéről. kicsit nézzük a másik oldalról is a helyzetet. A statisztikák idei megugránságban mekkora szerepe van a jobb felderítésnek, az újabb eszközöknek a korábbi évekhez képest? Néze, és sikerül megelőzni a bűncselekményeket? Az műnöket. a helyzet, hogy ahhoz, hogy egy ilyen nyomásnak ellenálljon a határőzeti rendszer, három dolog kell, egy erős műszaki akadályrendszer, amelyet körülményes, vagy nehézkes, vagy hosszadalmas leküzdeni. Másodszor kell megfelelő jogi környezet, hogy a átjutottakat vissza lehessen kísérni a kerítés oldalára, különben ha ők menekül státusz nyújthat, kéremet nyújthatnának be, akkor ugyanott lennénk a 2015-ben. És végül kell, igen intenzív rendőri katonai járőr tevékenység is, együttműködésbe a túloldali hatázati szervekkel, bármelyik relációban is vizsgáljuk ezt, de a szerb szakasznál különösen így van, vagyis világos migrációs politika, világos jogi szabályozás, akadályrendszer és hatékony rendőri katonai fellépés. Ez a receptje a határok őrizetének, és ez az, amit az Európai Unió manapság is, még 2015 óta szüntelenül támad. Ez a legutóbbi Libbe bizottsági látogatás is el körül forgott. Egy másik bejegyzés is közben eszembe jutott, mert hogy a kormány közösségi oldalán azt is lehet látni, hogy a magyar kormány idézem minden alkalommal vétózni fog, amikor a bevándorlás szóba kerül majd az Európai Tanácsülésen. Ebben gondolom most arra sokkal több partnere talál Magyarország, mint Néze, akár a, hat évvel ezelőtt. A ezenet. jelenlegi helyzet az, hogy továbbra is a bevándorláspárti erők azok aktív tevékenységet folytatnak, fő, főleg az Európa Parlamentben, és az a migrációs politika, ami most körvonalazódik, az most már eléggé nyíltan kezd beszélni arról is, hogy a beérkezőketeket le kell telepíteni, állampolgárságot kell adni, és ezzel együtt természetesen szavazó, szavazati jogot is. Ez világosá teszi azt a 2015 óta a magyar kormány által többször felvetett mi szerint a beérkezés, és főleg ennek az illegális bűnözők által végrehajtott tömeges beáramoltatás, ez semmiképpen nem a gazdaságba, munkaerő pótlására, sokkal inkább ideológiai, politikai célok megvalósítására törekszik, és ezzel van összhangban az, hogy a magyar kormánynak minden egyes tevékenységét, ami a határőzettel összefügg, állandóan szüntető politikai támadásoknak van kitéve, kötelezettség, járások, stb. Ugyanakkor mondjuk az előbb említettük a görög-török határt, vagy a bulgár-török határt, vagy a lengyel-belorusz határt, stb., ahol kerítések épültek, ott legteljesebb támogatásról biztosítja, sőt, nagyon gyakran finanszírozza is az Európai Unió. Ebből is látszik, hogy a magyarokkal szemben nem más, mint politikai, ideológiai problémák vannak, ami a migrációba csúcsosod. Migráció miatti elítélésünkbe csúcsosodik ki leggyakrabban. És akkor még Afganisztáról nem is beszélgettünk, hogy mi történik akkor, hogyha a tálib rezsim elől menekülők elérik a nyugat-balkáni útvonalat, a legszegényebbek indulnak útnak, tehát ennek anyagi vonzatai is vannak, és nyilván ez egy külön beszélgetés témája lehet, hogy mi kell ahhoz, hogy ideig eljussanak, de mégis, ha már Görögország, épp a görög miniszterelnök szögezte le, hogy nem fordulhat elő az, amely 2015-ben, tehát ismét ezt kijelentették, és felhívta arra is a figyelmet, hogy Európának össze kellene fogni, és az Afganisztánnal szomszédos országokat támogatni, ez és úgy eljutatni a segélyeket. Ez pontosan így van. A... Ez a magyar kormánynak egy régi vélemény hogy ott kell segítséget nyújtani, ahol a probléma van. Itt ez esetben Afganisztán a szomszédos országokba kell az átmeneti védelembe részesítéshez támogatást nyújtani, és nem pedig az oda menekülőket nagy tömegbe Európába behozni. Mit ér a görög miniszterelnök szava, mint gondol? Én azt látom, hogy Görögországban a migrációs politikában jelentős változás van 2015-hez képest. Erre példát is mondtunk a tengeri határőzetben is, és a görög-török határon kialakított nagyon jelentős műszaki erődítési munkálatok és a határőrség megerősítése okán, de nyilván, mint első Európai Uniós ország azért ő abban lesz érdekelt, hogy ha és amennyiben átjutnak az ő rendszerén, és nem sikerül őket visszaküldeni oda, ahonnan útba indulnak, akkor mi, mi hamarabb szétosztásra kerüljenek az európai országok között. Magyarország semmifajta szétosztást nem támogat, de messze menően támogatjuk azokat a görög lépéseket, amely az Európai Unió külső határának a biztonságos őrizetére, ezáltal az európai emberek biztonságának a garantálására irányul. Azok a nemzetközi amelyeknek a folyósítása már megkezdődött, sőt, Joseph Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője be is jelentett, hogy 57 millió euróra, 200 millió euróra növelték a folyósítás összegét Afganisztán irányába. Tehát ezek mennyire fékezhetik meg az újabb migrációs hullámot? Nyilván ehhez az új tálib rendszer is kell, illetve az a vezetés, hogy ezt nem Itt most az a helyzet van, hogy vannak találgatások, tehát hogy mi fog történni, az igazi tényekkel kicsit várnunk kell, nem látunk még tisztán, hogy az ottani gazdasági, társadalmi, biztonsági helyzet hogyan alakul, hogyan alakulnak az afgán, új afgán kormánynak a politikai kapcsolatai és nemzetközi politikai kapcsolatai, mennyire támogatják ezt majd egyes országok, de főleg az általuk megkérdetett konszolidáció megvalósul-e, vagy valóban elindul tömeges menekülés a afganisztán szomszédos országaiba. Ennek lesz a függvénye, hogy hogyan viszonyuljunk, és hogyan lehet az ottani esetleges kedvezőbb folyamatokat pénzügyi juttatásokkal és egyéb módon támogatni. Már is folytatjuk a témát egy afganisztán szakértővel. Tábornok úr, köszönjük szépen. Én is köszönöm.